Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a Hetek Univerzum adása. Aki hallott már egyetlen beszédet is, akár Magyar Pétertől az utóbbi egy-két hónapban, emlékezhet a gyűlésen rituálisan skandált mondatra, miszerint lépésről lépésre, tégláról téglára vesszük vissza az országunkat. Ezt a tételmondatot Magyar Péter és közönsége rendszeresen együtt, mint egy ima vagy fogadalom megvallását ismételik el. A hatásos kép, ami a kitartó erőfeszítés szimbolizálja, Magyar Péter pártja logójához hasonlóan újmond újrahasznosított. A lépésről lépésre, tégláról téglára, angolul step by step, brick by brick szlogen, egy kereszténységből kiábrándult amerikai progresszív és feminista New Age regényíró Anne Lamott tételmondatának a fordítása. Lamott spirituális könyveiben tanácsokat ad arra, hogyan kell a közönségben szenvedélyes hitet építeni a saját terveink iránt. Nem ez az egyetlen rituális skandálás a gyűléseken. A szónok rendszeresen, mint egy szekuláris misét celebráló pap, kérdés-felelet formában kommunikál a közönségével. Ezt a képet erősítette az időnként a csuklóján viselt rózsafüzér kereszt is. Mindez talán nem véletlen, ugyanis Magyar Péter saját elmondása szerint egy spirituális élmény hatására vállalt közéleti szerepet. Amikor február végén kiállt a nyilvánosság elé, egy érdekes bejegyzést tett közé a Facebook oldalán arról, hol világosodott meg nyilvános színre lépésével kapcsolatban. A helyszín Magyarországtól távol, Európa legnyugatibb sarkában található világhírű zarándokút volt, amit szó szerint lépésről lépésre járt végig. El Camino 2023, amikor 13 nap és 320 km gyaloglás alatt sok mindent átgondoltam és átértékeltem, írt a közösségi oldalán, idén február 24-én Magyar Péter. Az El Camino, a Szent Jakab útjának is nevezett útvonal, nem az egyetlen nagy európai zarándokösvény, a szintén nevezetes és még hosszabb Szent Márton út például Magyarországon keresztül vezet, de kétség kívül az El Camino a legnépszerűbb. Sokan Jeruzsálem és Róma után a harmadik legfontosabb keresztény zarándokhelynek tartják, amelyet évente több százezre járnak végig. Bár Magyar Péter eddigi életútja és magánéletéről a volt felesége által megosztott beszámolók alapján vele kapcsolatban nem feltétlenül a vallási érdeklődés az első, amire gondolhatunk, azt lehet tudni róla, hogy a piarista gimnáziumban végzett, így jobban érthető, hogy ezen a helyszínen keresett, és saját szavai szerint talált is lelki megújulást. A június 9-i választás eredmények alapján most úgy tűnik, hogy eredményes lehetett ez az elmélyült útkeresés, azonban nem Magyar Péter volt az első, aki ezt a zarándokutat a szekuláris életmódot folytatók közül végigjárta. Az El Camino középkori hagyományra épül, ugyanis Jézus egyik tanítványának, Jakab apostolnak földi maradványait állítólag itt, Spanyolország Galícia tartományának fővárosában, Santiago de Compostelában temették el. Meg lehet a legenda, miszerint Szent Jakab holttestét hajón hozták Jeruzsálemből Észak-Spanyolországba, annak a hatására terjedt el, hogy a Szentföldre menő zarándoklatok ellehetetlenültek, így szükségessé vált egy könnyebben megközelíthető európai helyszín. Minden esetre a 11. században már érkeztek zarándokok a 13 pihenőhelyen rendelkező zarándokútra, hamarosan pedig elkészült az első úgynevezett Bédekker, a modern úti könyvek előképe, Aymeric Picot francia pap által írt kalauz, amely négyféle utat különböztetett meg, és részletesen beszélt az egyes településekről, szállásokról és az út praktikus tudnivalóiról. A négy fő út mind Santiago de Compostelába vezet, de az úthálózat ennél összetettebb, hiszen az eredeti utakhoz más híres kegyhelyeken átvezető utak is kapcsolódnak. Azt nem tudjuk, hogy Magyar Péter pontosan melyik zarándok sétányt járta végig, de bármelyiken is haladt, teljes komfortban tehette meg az utat. Az elmúlt évtizedekben ugyanis hatalmas turisztikai fejlesztésen esett át a térség, köszönhetően annak, hogy a zarándokok száma évről évre rekordokat dönt. Szent Jakab apostol már az első ezredfordulón a spanyolok nemzeti védőszentje volt. A legenda szerint a szent fehér lovon jelent meg, a kláviói csatában a mórok ellen harcolva. Személye nem csak a zarándoklatoknak, hanem a muszlim hódítók elleni harcoknak is szimbólumává vált. Sírhelye olyan híres lett, hogy Dante szerint csak az az igazi zarándok, aki megjárta a Komposztelát. A komposztelai zarándokútak egyik különlegessége, hogy sok súlyos bűnös is felkereste vezeklést keresve. Mint Csukovics Enikő történész a középkori magyar zarándokokról írt könyvében írja, Nagy Lajos király itáliai hadjárata idejében Krizsafánfi Györgyöt nevezte ki több vár parancsnokává, aki ebbéli minőségében
legalább 350 ember halálát idézte elő jogellenesen. 1353-ban ezért lelkiismerettől vezéreltetve útnak indult a római kúriához, ahol a gyilkosságokért üdvös elégtétel szabtak ki rá olyan mértékben és szabály szerint, amilyet a római kúriában az ilyesfajta vétkek esetében alkalmaznak. György azonban isteni sugallatra elhatározta azt, hogy vezeklésének kiegészítéséül Santiago de Compostelába megy. Az európai zarándok útvonalak jellemzői az utazókat segítő menedékházak mellett számtalan vallási szimbólum is, az El Caminon is egymást követik a Szent Jakab tiszteletére szentelt templomok, kápolnák és zarándok keresztek. Az útvonal jelzése és egyben az El Camino brendje a kagyló, amely szuvenír is, amelyet a zarándokok megvásárolnak és az út végén odaérintik Szent Jakab sírjához. Az ilyen emlékbe hozott kagylókra emlékeztet egy magyarországi, legújabb korban kialakult szokás, mégpedig a Mátra verebélyi búcsúsok szokása, miszerint a kegyhelyen kagylókat gyűjtenek. A Camino de Santiago-t végigjárt zarándokok közül sokan tesznek közé személyes hangvételű beszámolót, úgymond tanúságtételt. Ezekben vannak közös vonások, sokan számolnak be például arról, hogy a Caminon töltött idő alatt személyes fejlődést és önmegismerést tapasztaltak. Szerintük a hosszú gyaloglás, a magány és az elmélkedés gyakran mély önvizsgálathoz és önmagunk jobb megértéséhez vezet. A különböző nemzetekből érkező zarándokok között gyakran szoros közösség és barátság alakul ki, miközben egymás segítik a komoly fizikai kihívást is jelentő napi 20-40 kilométeres gyalogút során. A legtöbben azonban az elmélyült szellemi elmélkedést említik. Az El Camino vallási meggyőződéstől függetlenül sok zarándok számára mély spirituális jelentőséget hordoz, amelyet fokoz az útvonal mentén található évszázados szent helyek meglátogatása. Az egyik legismertebb magyarországi zarándok, az utazásáról könyvet is író Tolvaj Ferenc például ilyen felismerésekre jutott az El Caminon, idézem. A leereszkedés művészet, az alázaté, megóv a gőktől, a süllyedéssel beismered, hogy nem vagy mindenható, még akkor sem, ha néhány pillanattal azelőtt a csúcson álltál, és úgy tűnt, mindened megvan. Egód sikerei ideiglenesek. A lefelé vezető meredek út lépésről lépésre ugyanazt kérdezi tőled, és most ki is vagy igazán? Ha a kőszíved megreped, könny fakad belőle. A könnyek létünk legőszintébb vízforrásai. Zarándok utat célja az is, hogy megértsd fájdalmaidat, sírovágyaidat. A kezdeti nehézségek után egyre inkább megnyílik belső szemed, lelassulsz, és eljutsz lelked csendjéhez, írta könyvében Tolvaj Ferenc. A marosvásárhelyi születésű Tolvaj Ferenc a 90-es években az akkor alapított TV2 első vezérigazgatójaként lett ismert, később azonban kivonult a közéletből, és azóta elsősorban az El Camino zarándoklat, valamint tibeti utazásai nyomán spirituális regények írásával foglalkozik. Nem tudjuk, Magyar Péterben is támadtak-e ilyesfajta érzések a 13 napos zarándoklat közben. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy a könnyek okozta megkönnyebbülés, a lelassulás és a lélek csendje inspirálja. Egyszer talán azért a lefelé vezető meredek út föltámasztja benne is az alázat művészetét. Ez volt tehát a Hetek Univerzum mai adása, Morvai Péter szerkesztőt hallották. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy közel 73 ezeren már feliratkoztak a csatornánkra. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, akkor kérem, hogy csatlakozzanak, hogy elsőként értesülhessenek legújabb adásainkról. További szép estét kívánok, és találkozzunk a legközelebb is.